ki a végetlen űrt kimértett, anyagot alkotván beléje, mely a nagysága s messzeséget egyetlen szódra hozta létre. Hozsán néke ezt? Bonyzáról a napon fizikusokról, a jövő fizikusairól beszélhetünk, gondolom én, hisz aki már olyan mélységig van megfertőző, hogy ilyen versenyen ez elindul, foglalkozik el a bombal, mennyi garanciával, vagy később is, hogy ezekkel a tanulmányokkal fog foglalkozni. Kérem szépen, második helyezett nincs. Két első helyezettünk van, mert azonos pontszámmal, fantasztikus 80 ponttal lett mind a két hallgató első helyezett. Varga Ádám, Szegedi Tudományi Egyetem, Sárvár Jenő gyakorló gimnázium, Szegedről tanára Tóth Károly. És akkor a második első helyezett, vagy másik első helyezett, Hartstein Máté, Lövei Klára gimnázium, Pécs, tanára Simon Péter, nagymester. Szabó Attila, Lövei Klára gimnázium, Pécs, tanára Simon Péter. A Delfin díjat azzal a célra hoztuk létre, hogy a nukleáris nevelés és a nukleáris kultúra terjesztése terén kiemelkedő tevékenységet végző fizika tanárokat utalmazunk. Eddig 2001 óta, a 9 évben 14 fizika tanárt kapta meg ezt a díjat, 2010-ben 15. fizika tanárként a Szolnoki Versenyi Ferenc Gimnázium tanára Pécs István. Margyi professzor halála után, 2002-ben megkövetett halála után, 2003-ban úgy gondoltuk, hogy a iskolák számára egy bántordíjat alapítunk, azoknak az iskoláknak a számára, akik az adott évben a legjobb eredményt produkálják ezen a versenyen. Ebben az évben ezt a bántordíjat talán már ki is számolták. Lővei Klára gimnázium nyerte el Pécsről, úgyhogy megkérem Lővei Klára gimnázium delegációjának, hogy eljárt ezt a díjat. Gratulálok! Köszönöm.